Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Sziesta a Nyíregyházi Televízió műsorán. Érdemes lesz velünk tartani, mai számos izgalmas témával érkezünk majd. Beszélgetni fogunk többek között a rózsréti vigasságokról, illetve a futófesztiválról is. Kezdésnek pedig egy nagyon érdekes programajánló, hiszen jelenleg is zajlanak a józsavárosi napok. A részletekről pedig már Nagy Szabinát és Mészáros Szilárdot kérdezem. Köszöntelek titeket szeretettel! Szervusz, köszöntöm én is a kedves nézőket. Kétnapos programról, programsorozatról van szó, aminek már nagy hagyománya van Nyíregyházán. Igen, hát ugye Józsaváros az 1970-es években kezdett épülni, szinte rögtön elkezdődtek ezeknek a programoknak a szervezése, úgymond megörökölt ezt a Váci Mihály Kulturális Központ, ennek az örökségnek természetesen nagy örömmel teszünk eleget, és most már azt mondhatom, hogy hagyományos, hogy kétnapos ez a programsorozat, és nagyon fontosnak tartom, hogy a helyi civil közösségeket összefogjuk, egy nagyon jó együttműködés alakult ki köztünk, és közösen szervezzük, tehát a Váci Mihály Kulturális Központ áll a háttérben, de mindenképpen teret szerettünk volna adni ott a nagyon jól működő helyi civil szervezeteknek, és azt hiszem, hogy néhány éve ez is nagyon példamutatóan működik, és talán azt mondhatom, hogy az idei év még jobb lesz, mint a tavalyi, még több program, lesznek benne kuriózumok, azt majd egyébként Szabina elmondja. Én röviden ugye holnapi napról van már inkább értelme beszélni. A józsavárosiak szinte, szerintem ezt már tudják, 15 óra Szabolcsi Koncert fúvózenekar és Mazsorát csoport felvonulásával veszi kezdetét ez a rendezvénysorozat második napja, aztán lesz egy köszöntő megnyitó fél négykor, utána aztán jönnek a nyugdíjasok, ki mit tuddal, különböző egyesületek bemutatkozása, és este is nagyszabású programmal készülünk. 19 órától a Szabolcs Néptánc Együttes lép fel, illetve táncházzal várjuk a érdeklődőket. Lesz tűzsonglőr bemutató, aztán lesz még a Móricz Zsigmond Színház színészei közül Horváth Margit és Gulyás Attila egy musical show-t fog prezentálni a rendezvényen, és este fél tíz magasságában körülbelül a Vox zenekar zárja egy nagyszabású éjszakai kis koncerttel, illetve utcabállal ezt a nagyon, én úgy gondolom, nagyon tartalmas, nagyon sokrétű programsorozatot, és szerintem át is adnám Szabinának a szót, hogy azért a különlegességekről tegyen ő is említést. Köszöntöm én is a nézőket. Igen, egy nagyon régi, úgymond álmom valósulhat meg a szombati nappal, ugyanis a hungarikumokat tudjuk felvonultatni ezen a jeles rendezvényen, és ezzel próbáltuk egy kicsit színesíteni az idei józsavárosi napokat, ugyanis 15 sátorban különböző termékek és termékbemutatóval készülünk, amelyek szorosan kapcsolódnak a hungarikumhoz. Szerintem kevés lenne az idő most felsorolni mind a 15-öt, de hogyha egy kis ízelítőt adunk a kedves lakosoknak arról, hogy ételkóstolóval, mézes kalács bemutatóval, a piros paprika, mint hungarikum, vagy akár hogy említést tegyek, amiről lehet, hogy kevesen tudnak, de akár a védőnők is hungarikumként számítanak, és ezért a Debreceni Egyetem is kivonul. Az Debreceni Egyetem egészségügyi kara, tehát azt gondolom, hogy fantasztikus és nagyon érdekes programok lesznek 14-én. Nagyon sok szeretettel várjuk rá a kedves lakosokat, és azt gondolom, hogy az értékek felszínre kerülnek ezen a mai, vagy hát ezen a szombati délutánon majd, mert valóban a régi emlékeket fogja előidézni. Ahogy megyek a Józsavárosba az utcán, állandóan megállítanak a szépkorúak, hogy úgy örülünk ennek a programnak, hallottunk róla, és nagyon várjuk, mert hogy valóban olyan lesz, mint évtizedekkel ezelőtt, azt gondolom, hogy régen volt ilyen hagyománya, hogy sátras bemutató legyen, és hát ezt köszönjük szépen az Agrárminisztérium Hungarikum főosztályának a támogatásából valósul meg ez a program, ugyanis ők támogatják ezt a rendezvényt, egy sikeres pályázaton nyertük el, hogy így tudjunk kapcsolódni a Váci Mihály Kulturális Központnak a rendezvényéhez. És azt gondolom, hogy színes lesz, hagyományápoló, értékőrző, ami nagyon fontos, és minden célcsoportot megszólít, tehát nincs olyan célcsoport, aki ne lenne benne, tehát akár a kisgyermekes édesanyáktól kezdve a szépkorú, akik mindenki megtalálja a maga kedvére valót. De ha már csak a Józsaváros életét nézzük, folyamatos a pörgés, és a Józsavárosi Művelődési Házban is minden korosztályt megszólító programok vannak. Így van.
Hát igyekszünk kiszolgálni a lakosság minden igényét, azt gondolom, hogy és nagyon-nagyon sokat teszünk azért, hogy színvonalas programok valósuljanak meg ott a Józsefvárosban. Kihasználunk minden pályázati forrást, csak úgy, mint a Nyíregyháza megyei jogú város által biztosított civil szervezetek számára nyújtott támogatásokat. Ilyen például az egyik a balettfoglalkozás, vagy például az önvédelmi sportfoglalkozás, amely az éven indult el, és ezek nagyon olyan programok, amelyekre szükség van. A lakosok érdeklődnek iránta, egyre nagyobb az érdeklődés iránta, és szívesen látogatják ezeket az ingyenes programokat. De akár gyerekprogramokra gondolok, vagy akár csak egy családi délutánra gondolunk egyet, és igyekszünk megvalósítani, hogy valóban színesíteni tudjuk az ottani lakók életét. A kulturális központnak pedig ez a színes programpalettájának csak egy pici része, hiszen folyamatosan zajlik itt az élet, és hamarosan egy nagyon különleges, számomra az egyik kedvenc program, Ásványbörze is lesz. Így van, és még egy picit hadd térek vissza a holnapi naphoz, ahogy felvezetted, rozsréti igazságokkal is várjuk a lakosokat, tehát ott is főzőversenytől kezdve kulturális programokon néptánc, táncház szintén lesz, tehát ott is mindenkit szeretettel várunk, illetve népszerűek a bőrzék, ahogy mondtad, szeptember 4-5 nemzetközi ásványbőrze, ez mindig nagyon-nagyon nagy érdeklődésre tart számot, de már előtte augusztus 28-án lesz médiai zenebőrze, ennek is egy pár éve már hagyományt teremtettünk, és nagyon sokan jönnek erre a rendezvényre is, a látogatóknak ez a rendezvény is ingyenes, illetve hát szeptemberben is, ha áttekintünk, ugye sajnos egy baleset, egy betegség miatt a Four for Dance előadását át kellett rakjuk szeptember 17-ére, de azt ígérték a fiúk, hogy addig tehát az a tag is, akit megoperáltak, fölépül, úgyhogy 17-én mind a 4 fiú itt lesz a színpadunkon, és még ez nem végleges, de előre haladott tárgyalásban vagyunk Kovács Kati menedzsmentjével, reményeink szerint ősszel egy Kovács Kati élő koncert is látható lesz itt a Kulturális Központ színpadán. És akkor még egy pici pár szót ejtsünk a Krúdi moziról is, hiszen ezt mindig nagyon szeretik a nézőink. Így van. Biztos, aki nézi akár mi honlapunkot, ugye a mozi honlapja is rajta van a Váci Mihály Kulturális Központ honlapján, de külön is meg lehet nézni. Én úgy gondolom, nagyon tartalmas a mozi programunk is. Jelenleg például minden hétfőn filmklubos előadásunk van, ami ugye azt jelenti, hogy mindig van egy meghívott előadónk, aki szakértő ebben a témában, és nagyon-nagyon, egyébként is ugye tudjuk, hogy nagyon baráti jegyárak vannak, de tényleg egy jelképes belépő mellett ezt az előadást meg lehet hallgatni, meg lehet nézni azt a filmet, és utána egy interaktív beszélgetésre kerül sor. Most az utóbbi hetekben ezt, ha figyelgetik, minden hétfőn 17 órától van ez a filmklub, vetítésünk, de nagyszabású filmeket is, hál' Istennek most már a forgalmazók engedik, hogy jöjjenek nagyszabású filmek, és a Free Guy című film, illetve több olyan produkció, ami már korábban úgy tervezték, hogy bemutatásra kerül, most jön ki. Folyamatosan frissítjük a programkínálatot, mindenkit arra biztatok, hogy nézzék a Kulturális Központ honlapját, tájékozódjanak, és ebben a nagyszerű moziba is látogassanak el minél gyakrabban. Így van, holnapra pedig nagyon-nagyon jó hangulatot és minél több látogatót kívánunk nektek a Józsefvárosba. Köszönjük szépen, és minden lakost várunk, az összes nyíregyházi lakost. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mi pedig folytassuk tovább kulturális programajánlóval, hiszen augusztus 22-én a Sóstói Múzeumfaluba látogat Román Sándor társulata.